Falakból kilógó kábelek, befejezetlen építkezési munkák és a munkások otthagyott szerszámai. A dalmandi óvodában ez a látvány fogadja azt, aki megnézné, hogyan haladnak a munkálatok. 2016 májusában adtuk be a megyei önkormányzat által meghirdetett topos pályázatra az óvoda felújítását. Hát elsősorban az óvoda energetikai megoldása, vagy tehát az energetika megoldása, pontosabban a szigetelés, nyilázárok kiváltása, illetve a teljes tetőszerkezet szigetelése volt a cél. A beruházás a terület és településfejlesztési operatív program forrásaiból valósul meg. Az energetikai korszerűsítés mellett akadálymentesítik az épületet, felújítják az ebédlőt és új vizes blokkot hoznak létre. Dalmand polgármestere azt mondta, az építőanyagok és a munkabérek drágulása miatt a kiadásaikból le kellett faragjanak, hogy a fejlesztés létrejöhessen. Nagyon sokat emelkedtek az építőipari árak, emelkedtek a munkabérek, tehát nagyon nehéz megoldani ebből a 100 millióból, de hát arra törekszünk, hogy amit lehet, azt mindenképpen megvalósítsunk. Nagyon sok mindent le kellett faragni ebből a pályázatból ahhoz, hogy egyáltalán nekiálljunk, és valami összejöjjön ebből a pályázatból. A dalmandi óvodát 100 millió forintból újítják fel. Ide jelenleg 33 gyermek jár, őket az építkezés idejére az általános iskolába helyezték át. A polgármester szerint a cél egy olyan intézmény létrehozása, ami megfelelően kiszolgálja a jövő nemzedékét.